Sziasztok, én Peti, és ez itt az Elégyef. Ebben a videóban az Oxide Station pálya gyűjteni valahogy fogom megszerezni, tehát a CTR tokent és a relikviát, úgyhogy vágjunk is bele a CTR kihívásba. Oké, kezdődött a verseny, gyerünk gyorsan. Nem sikerült gyorsan elindulni, viszont ez már gond. Úgyis először még... ott az R betű, ott van középen az R betű. Na, az valamelyik ugrásnál, igen, valamelyik ugrásnál lehet majd megszerezni azt. Oda kell majd figyelni, ezek ide a többi betű. Ez még kérdéses, hogy hol vannak. Azért figyelek rájuk és megszerezzük őket. Ott van. C betű. Jó, megvan. Egyszerű. Aztán a többi. Igen. Megállodunk. Ott fönt, ott volt az érbetű. Jól emlékeztem. Jól láttam. Tényleg van. Itt is lesz biztos akkor. Egy betű. Ott van a T betű, az... Ja, ez az, elkaptam. Ja, és akkor itt lesz ez az ugrás. Hát de nem sikerült elkapnom, ott volt az R betű. De nem kaptam el, mert hát túl messze volt, vagy valami ilyesmi. Hát igen, oké. Akkor erre jobban odafigyelünk. Azaz, bejöhetett nyugodtan. Rajtam van a maszk, és sebezhetetlen vagyok. Egyszerű. Akkor az első helyet kellene elszerezni. Onnan úgy kiugorjak. Jó, első körnek annyi. És már csak... akkor meg kellene szerezni valahogy ezt az érbetűtől, hogy... ez ilyen ugrások, ezek szoktak a... vesztem lenni. Ez nekem sose könnyű. Ha nem igaz, elviszik az összes dobozt. Na jó, nem az összes doboz, de pont azokat! Még kellene nekem. Na, az enyém nem? Hogy nem áll? Azt itt. Nem. Tiny elvette. Most az enyém ott? Na, hát úgy van, Tiny elvette. inkább arra kellene figyelni, hogy melyik után mennek ők, és akkor én nem megyek arra az irányba, hogy azt felvegyem. Tessék! De csúnyát kiáltottál. Jött én, most lesz az ugrás. Na, ad nem hiszem el. Hát most se. Pedig, hogy kellene csinálnom? Hogy kellene csinálni? Valahogy ez... gyorsítva kellene oda menni, de ez egy nagy turbó hely, ez... hol van gyorsuljak már tovább? Átugoltam még ezt a turbopárt is. Eléggé zavar ez. Az a dolog, hogy utolsó kör és még hiányzik egy betű, ez nagyon zavar. Pedig... valahogy muszáj lesz ezt megszerezni, hát nem igaz, talán ki kell várnom, hogy pont rámpa végén nyomjam meg az ugrást. De próbálkozom, hogy minél később nyomjam meg. Jaj. Nekem ez nem tetszik, nagyon nem tetszik. Rossz a közérzetem már, hogy nincs meg az a betű. Vagy hát akkor még harmadjára megpróbálom. Nem tudok más tenni. Na nézzük, akkor innen kezdődnek a nagy ugrások. Egy kicsi, itt van ez a hosszú. És ezután lesz nagy... itt becsúszok, egy... hopp! Na ez az... jól van! Oké. Talán az volt akkor itt a megoldás, hogy előtte ott csúsztam egyet, vagy pedig az, hogy még kintebb nyomtam meg. Tehát a rámpának tényleg a legszélén nyomtam meg az ugrást, hogy így ugorjak egyet. Lehet ennek a kettőnek a kombinációja volt, és ezért sikerült megszerezni, de az a lényeg, hogy megvan a CTR betű, az első hely, úgyhogy megkaptam ennek a pályának CTR tokenét. De nem megyünk sehova, tolhatunk vissza, mert még itt van a relikvia, amit most megszerzek. 49 doboz, hát ez nem valami sok, de azért megpróbáljuk összeszedni őket. Milyen formában vannak ezek össze-vissza. Nem baj, én összeszedtem elég sokat már itt, jó. Nézzük itt még merre lesznek. Ez elég kacskaringós ez a pálya, és nehéz olyan kanyart találni, ahol rendesen be tudom vinni ezeket a csúszásokat. És hát nekem ez nehéz, biztos van olyan speedrunner, aki csak úgy tolja ezeket. Hát igen, úgy szokott ez lenni minden játékból speedrun, és ott nagyon gyorsan elképesztő, hogy miket tudnak az emberek. Egy játéknál, nézzük, itt ennél az ugrásnál, jó? Tényleg ezek a nagy ugrások milyenek lesznek? Hát a levegőben nincsen, viszont itt a földön, itt van.
Jó, itt a levegőben lesz vajon? Ah, nincs, jó. Oké, akkor nincsen. Hármasával vannak kb. Elhelyezve mindig. Ó, itt már nem. Mondjuk itt is, itt van ez egynek számított. Az meg ott, hogy maradék ott kettő volt. Kettőt elkapok, jó, nagyszerű. Ezt így terveztem, és sikerült is, wow! Itt is, jó. És itt a pálya, igen, igen. Oké, akkor aztán így meg vagyunk. Úgy tűnik, hogy a dobozkákat össze lehet szedni. Mármint, hogy az én képességemmel mérve is. Azért, hogy kb. Egymás mellett vannak, és nincs olyan, hogy nagyot kell ugrani, vagy hasonló dolgok. Úgyhogy lehet, hogy most hát végre sikerülni fog ez, hogy összeszedem az összes dobozt. Hát igen, még egy se volt olyan. Volt olyan, hogy egyet ott hagytam, arra emlékszem. Hát ez veszélyes volt, nem tudom, hogy ezt az egyest el tudom-e majd kapni utoljára. Meglátjuk. Ott van már az ugrás. Így. Felveszem ezt. Nézzük itt, hogy van még. Na, ott van. Vég, jó. Oké, itt van egy. Oké, jó van. Szerintem össze tudom majd szedni az összes dobozt, úgy érzem. De azért még nem kiabálom el. Hát megpróbálok minél többet összeszedni, mert az a célom, hogy minél több meg legyen. Oké, oké. Megvagyunk és igen, itt meg a pálya vége. És már nincsen csak 8. Akkor még 7 darab maradt, utolsó kör. 3 perc 17 másodpercért már megkapom a sima kék relikviát. Nem tudom, hogy most... nem itt volt? Volt itt egy jobbra is, nem? Itt lesz jobbra? Ja igen, itt van egy doboz, jó. Nem tudom az arany relikviát milyen idő alatt kapom meg, de megpróbálkozom vele. Természetesen, hát azt akarom összeszedni. Ez az megvan az egyes is. De vágytam. Igen, jó. Pontosan csak arra kell figyelni, hogy tényleg összeszedjem a dobozkánkat. Itt van még egy kettes. Ne! Ezt nem akartam! Ne! Merre megyek? Ezt nem így akartam, nagyon nem így. Ezt az egyest akartam összeszedni. Mit csinálok? Ez nem jött össze úgy, ahogy én akartam. Ajaj. Leestem, na most már olyan meg lesz. Hát nem tudom, ha összeszedem. Azt tudom, hogyha összeszedem az összes dobozt, akkor még kapok ilyen bónusz levonást, vagy hogy is mondjam, majd meglátjátok. Tehát ott az idő még jobb lesz, mert összeszedtem, összetörtem az összes doboz, de hol van az utolsó doboz? Hol van az utolsó? Ja, itt van, jó van. Oké, megvan ez is. És itt a pálya vége, na nézzük akkor. Megvan az, de várj, hogy van meg az arany? 256. Ja, de tökéletes, összeszedtem az összes dobozt, és így kaptam ilyen bónusz időt, és így 2 perc. 49 másodperc lett az idő. Ez az végre sikerült az összes dobozt összetörni. Már ideje volt, hogy egy relikvia versenyen összetörjem az összes dobozt, de sikerült így a játék vége felé. És így kaptam engedményt az időmből, szóval megvan az arany relikvia. Nagyszerű. Akkor nézzük, Oxide Station is teljesítve. És mielőtt még tovább haladnék a Gemstone Valley-re, előtte még itt van egy ilyen bónusz pálya, a Nitro kört, amit a következő videóban fogok teljesíteni, úgyhogy találkozunk legközelebb.